A műsorunk főpartnere a Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. A jövőt építjük. A maradandó építészeti alkotások támogatója az Ahíd ZRT. Sziasztok, én Tamás Anita vagyok, innen Teneriféről. Itt folytatom tovább a mediterrán építészettel kapcsolatos nyomozásomat. A mai napon egy nagyon hangulatos kis modern városkába fogunk ellátogatni. Úgy néz ki, hogy lerobbantunk, úgyhogy azt hiszem kell egy bétel. Nem tudom, hogy mi lehet a baj. Felforrt a víz, kevés volt benne, és levegőt kapott. Most levegőztetem. Aztán reméljük, hogy jó lesz majd. Azt találtuk ki, hogy mivel iszonyú meleg van most, és úgy tudjuk, hogy a közelben van a híres Siam Park, megyünk és megnézzük. És addig remélhetőleg Peti is meg tudja javítani a kocsit, és akkor már is tovább tudunk majd állni a tervnek megfelelően. Itt vagyunk a Siam Parkban, és itt van már is egy segítőnk, Paulo, aki fog nekünk mesélni a parkról. Hello! Hello! Welcome to Siam Park! We are opening every day of the week, and it's also an idea and a concept that is new in aquatic parks. It's the best Thai construction out of Thailand. So let's enjoy Siam Park. Okay, thank you very much. And what is the most popular attractions? The most popular attractions in the moment are the dragon and the last new one is called Singa, that we can see it later. Okay? Okay, thank you. Thank you very much. Have fun. Tenerife akvaparkját már negyedszer választották a világ legjobb víziparkjává. A Siam Park 2008 óta várja látogatóit, különlegessége a táj tematika. Hihetetlen, hogy egy mediterrán környezetben táj birodalomba csöppenhet az ember, ahol az épületek, a dekoráció, minden a táj kultúrával kapcsolódik össze, és még táj ételeket is lehet kapni. Ez a hangulat minden játékban, étteremben, épületben megjelenik, olyannyira, hogy a Siam Park a világ legnagyobb táj témájú épületgyűjteménye, Thaiföldön kívül. Egy konkrét óceánpartot is ide varázsoltak a Siam Parkba, ami ráadásul egy hullámmedence is, és nem sokára indul a hullám, úgyhogy már nagyon izgatottak az emberek, és hallani is nem sokára majd a sikolyokat. Egyébként még az az érdekessége, hogy a homokot egészen Portugáliából hozták ide, és ami plusz extra dolog, hogy Paulo, ami segítünk, ő Portugáliából származik, úgyhogy ez egy plusz extra dolog itt a Siam Parkban. De a főbb látványosságot akkor is a csúszdák nyújtják. Van óriási, cápák közé csúszó, kacskaringós, egyenes, hullámos, lassú, kisebbeknek való, sikítós, és olyan gyors, amir még sikítani sincs ideje az embernek. Hogy én melyiket választottam? Természetesen Paulóra bíztam magam, amit lehet, hogy nem kellett volna. Fantasztikusak ezek a csúszdák, úgyhogy azt hiszem, hogy most én is kipróbálok egy-kettőt. Életem és a sorozat utolsó percei következnek, gondoltam magamban, miközben a csúszdák felé közeledtünk. Paulónak köszönhetően kipróbálhattam a négy legnépszerűbb attrakciót. Elsőként a hangulatos és hosszú Mai Tai Riverrel kezdtük, majd jött a Mekong. Mögöttem látható a Siam Park egyik leglátványosabb és legjobb csúszdája, a Mekong, ami Thaiföld leghosszabb folyójáról kapta a nevét. Dragon, és végül a félelmetes Szinkha. Elképesztő adrenalin és óriási élmény volt. Én még egy kicsit kiélvezem ezt a parkot, aztán remélem, hogy Petinek sikerül megjavítani a kocsit, hiszen egy nagyon különleges személlyel fogok találkozni, de majd csak a következő részben. Sziasztok! A jövőt építjük. A maradandó építészeti alkotások támogatója az Ahíd ZRT. A műsorunk főpartnere a Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.